Tényleg egy jó színvonalú mérkőzés volt, a közönség látott mindent, és ahogy te is mondtad, hát vége sajnos vereséggel zárult, de tanulunk el a hibáinkból, és előre, csak előre. Hát úgy gondolom, hogy első mérkőzés nem volt az olyan rossz, remélem, hogy a nézőknek is látványos volt, tényleg ilyet még én is láttam, hogy egy ütközés után így eltörjön a palánk, nála plexi. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy látványos mérkőzés volt, próbáltunk kaparni a végén, hogy kiegyenlítsük a meccset, de hát ez sajnos nem volt most benne. Igazából nagyon, nagyon pörgős mérkőzés volt belőle, mivel mindkét csapat nagyon hajtott. Neki kicsit jobban jött össze a lépést, ugye találtak a második egyenlítő gólunk után, találtak gyorsan, viszonylag gyorsan egy gólt, és ezt sajnos nem tudtuk behozni. Norvégok papíron nehezebbek lesznek, hiszen előrébb vannak a világon, Isten. Természetesen. Ezt majd meglátjuk, tehát nem igazán néztem eddig meg, hogy milyen csapattal érkeztek. Úgy hallottam, hogy megvert őket az osztrák, de nem volt az olyan sima, mint aminek az a 4-1 látszott. Hát majd próbálunk felállni velünk is, hogy minél jobban játszunk. Semmit nem jelent, hogy ők mit játszottak egymás ellen. A norvég csapat nagyon jó, ő talán egy kicsit keményebb hokit játszik, többet fognak ütközni, az osztrákok inkább ilyen húzogatósabb hokit játszanak, talán egy kicsit okosabbak, de nagyon jó ellenfél, ez mindenképpen jól fogja szolgálni a célját, a mérkőzés, azt, hogy minél jobban felkészüljünk a világbajnokságra. Én úgy gondolom, hogy ugye most egy elég kemény alapozáson vagyunk túl, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél már csak jobb lehet. Hasonló szoros mérkőzésre számítok, de ugye most kettőzött előbe fogunk menni, hogy egy mérkőzést ezért nyerjünk itthon.